Kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Csengéka révők az Édelvégi Repert Központból. Tovább folytatjuk életmódváltozás hétről hétre című sorozatunkat, Halán Nadinktól és Hans Dieter könyvét olvasom az önök számára. Mai témánk, ez már a 15. részén tartunk, mitoszok és divathobortok, meg a siker csupán illúzió. Veszítsen 5 kilót 10 nap alatt, új, tudományosan bizonyított formulában. Ezt a felhívást nem lehet biztosítani. A küszködő, elbátortolott, túlsúlyos személy megragad egy-egy újabb szalmaszálat, hinnie kell. A súlyvesztés, az súlyvesztés, nem, de számít, hogy ki hogyan szabadul meg fölösleges kilóitól. Sokan, akik lefogynak, azt hiszik, hogy a lerakodott csirődéktől szabadultak meg, pedig valójában több életvizet, valamennyi izmot és más értékes szöveteket veszítettek el. Néhány évvel ezelőtt igen népszerűek voltak a fogyasztó tabletták, többségük vízzel hajtó volt. Mivel a test kb. 70% a víz, az EFL tabletták könnyen el tudtak távolítani néhány liternyi vizet. A mérleg kedvező eredményt mutatott néhány nap alatt, ám a test fokozatosan eredeti állapotába segíti vissza magát, ve pótolja az elvesztett vizet és oda a súlyveszteség. A protein túladagolás is alapvetően ugyanezzel az eredménnyel párosul. A máj a fehérje többetet vérre nitrogénné alakítja át, mely arra készíti a veséket, hogy vizet szorítsanak ki a testből. Sokkal több vízre van szükség ahhoz, hogy a szervezet kimossa magába a protein többetet, anyagcsere termékeiket. Sokkal több vízre van szükség ahhoz, hogy a szervezet kimossa magából a protein többlet anyagcsere termékeit, mint amennyi szénhidrátok és zsírok lebomlási termékeinek eltávolítása igényelne. Néhány diéta, mely gyors súlyveszteséget ígér, kihasználja azt a tény, hogy a magas fehérjebevitel látványos súlyveszteséget idézhet elő a rövid időn belül. Ez azonban igen veszélyes praktika. A fogyókúrázók rövid időn belül visszahíznak, hiszen a szervezet pótolja az elvesztett vizet. Milyen további problémákat idézhetnek elő az e-féle diéták? Sok septében összeállított, megalapozatlan étrend, a kalóriabevitelt szélsőségesen alacsony szintre napi 500-800 kalóriára szállítja le. Néhányan még ennyi is lejjebb mennek, egészen 300-400 kalóriát fogyasztanak el naponta. A szervezet hibásan értékeli ezt a drámai kalóriacsökkenést, akut éhezést nem fogja fel, és elkezdi emészteni a saját fehérjét, általában izomformájában. Mivel előfizetéseket tesz arra, hogy az életfontosságú szöveteket megvédje. Az alapos vizsgálat kimutatta, hogy a súlyvesztés az ilyen étrendek esetében zsír és izom szövetekből származik. Tehát vigyázzunk, amikor azt gondoljuk, hogy 7 kg zsírtól szabadultunk meg, a zsírszövetből csak 2-3 kg-ét veszítettünk, és amellett kb. Fél kiló fehérjeszövetet, izmot, és kb. 4 liter vizet. Ha úgy érezzük, hogy folytatnunk kell a diétát, biztosítsuk, hogy a kalóriabevitel ne csupán a napi szükségletnek megfelelő elégséges fehérjét tartalmazza, hanem elengedjük a szénhidrátot is, hogy az izomszövetesztességet megakadályozza. Egy átlag ember esetében ez legalább 200 kalória fehérjét 50 g és 60-600-800 szénhidrát kalóriát jelent naponta. A test nem tudja 100%-osan felhasználni a zsírt, a zsírsavakat, üzemanyag szükségletek fedezésére. Lehet egyáltalán fogyni ilyen étrend alkalmazásával? A mérsékelten kövét emberek általában heti fél, egy kiló súlyt veszítenek a jól kiegyensúlyozott étrend alkalmazásával, a túlsúlyosak egy kicsit többet is tudnak veszíteni. A lassú, de biztos súlyvesztésnek számos előnye van a radikálisra szemben. Nem veti oda a testet az éhezésnek, a koporlásos anyagcsere divatjának, nem mond gyakorlatilag a kudarcok és a nagy evészetek. Az éhség kezelhető, és jók az esélyek arra, hogy a súlyveszteség valóban zsibelyik legyen. A
fokozatos súlyvesztéstől a legfontosabb aspektusa az, hogy időt, hogy az új és egészségesebb étkezési szokások kialakítására. Az embernek olyan életmódot kell kialakítania, mert megegyezik az új testsúlya, főleg, ha a súlyvesztés olyan, hogy jó esélyünk van az állandósulására. Mindenáron fogyják a rok, de nincs türelmem lassú programokhoz. Nem lenne jobb a gyors súlyvesztés, mint a semmilyen. A súlyvesztés és visszanyerés ördögi körforgása az egyik legártalmasabb dolog, mint csak testünkkel tehetünk. Az igazság az, hogy az állandósuló túlsúly kevésbé veszélyes, az általános egészség szempontjából, mint a jó-jó effektus. A gyors diéták útján elért ismételt fogyás, mely a túlsúly visszaszerelése követ, fokozatosan kimeríti az izomszöveteket és zsírszövetet helyettesíti. És mivel a zsír elégésének feltétele az, hogy izomszövet is legyen, az utóbbi hiányában egyre kevésbé leszünk képesek lefogyni. Még aggasztóbbak a lélektomi következmények. Az ismételt kudarcokkal és megalázhatásokkal megtehet évek elhordozása evolucionális hegeket hoz maga után, melyek gyakran egész életünkre megmaradnak. A nyomorúság kufári által felkínált gyors súlyvesztés, varzslatától elbódult emberek kezdetben tényleg kilókat veszítenek, de végül szinte mindegyikük kövére, mint annak előtte volt. Ne legyünk a fürdőszoba mérleg rabszolgái, hogy naponta ellenőrizzük magunkat, azonnali eredmény kedvéért, mert ez olyan problémákkal párosul, mely kezelése éveket vesz igénybe. Fogjunk bele egy egészséges programba, legyünk türelmesek, a hosszú távú nyereség számít igazán. Az illúziók mind elmosódnak, de a végleges jutalom szilárd és tartós lesz. Minden évben dollármilliárdokat költünk különböző fogyókúrás étrendekre és eszközökre, az eredmények mégis lehangolóak. Mert a látott eredménnyel járó, permanens, sikeres fogyást nehezebb elérni, mint a kábítószerek, a dohány és az alkohol feletti győzelmek. Igen. Jobb lenne felhagyni a próbálkozással, maradj a kövér? Igen. Sokkal biztonságosabb túlsúlyosnak maradni, mint egyik diétára a másikra váltani, kilókat veszíteni és később visszaszerezni. Kutatások azt igazolják, hogy a gyógyi effektus krém kiüríti, felemészti az olyan fontos szöveteket, mint az izom és a csontszövetet. A test végül annyira legyengül, hogy fogékonyabbá válik a betegség iránt, és a többlet zsíradékvesztésre is egyre kevésbé lesz képes. De nem veszélyes túlsúlyosnak maradni. Kövérnek lenni nem egészséges. Már 5-7 kg többletsúly és jelentős változásokat idéz elő, melyek degeneratív betegségek alapjét fektetik le. Tény. A túlsúlyos emberek megnövekedett egészségkockázatokat hordoznak. Soraiban több a szívbaj, a magas vérnyomás, a cukorbaj, az epőjök megbetegedés, a rák, mint a normális túlsúlyok, testsúlyok esetében. És korábban meghalnak. Azoknak, akik elhisztak, át kell értékelniük eddigi gondolkodásukat és viselkedésüket. A milliók esetében lejátszott forgatókönyv valahogy így néz ki. Néhány hét alatt a legújabb csodaétrenddel, az ágakat szöges dúrtól elkerítve, kapunk egy csodálatos injekciót vagy tablettát, beiratkozunk egy fogyókúrás tanfolyamra, gyorsan lemegy a súly, ünnepség és új ruhák. Ám néhány napon belül újra felvesszük régi étkezési szokásokat, és folytatjuk addigi életvételünket. Egy-két hét vagy hónap múlva néhány kilóval megtolva nyerünk vissza a diétával elvesztett súlyt. A fogyókúrás programok általában azért vannak kudarcot, mert rövid távú elképzelések hosszú időre tartó problémák megoldására. Ideje szembenézni a valósággal, hogy a kövérség, az elhízás talán komoly életet fenyegető állapot. Mit kell tennem? Az elhízás kezelése több, mint egy diétás programnál. Csak úgy, mint a cukorbaj, a magas vérnyomás, az alkoholizmus vagy dohányzás esetében, az elhízás legyőzésed és átfogó, széleskörű életmód változtatás szükséges. Először is kötelezzük el magunkat hosszú távra, akár élethosszíglan, hogy akkor sem változtatunk az elhatározásainkat. Ha az átalakulás folyamata esetleg nagyon nagy elvészhetik és komoly botlások fordulnak elő. Ha az átalakulás folyamán esetleg nagyobb elvészhetek
és más komoly botlások fordulnak elő. Ezzel a fajta elkötelezettséggel talpra állhatunk, amikor elbukunk, és újra kiindulhatunk, és kiindulhatóan be is fejezhetjük, amit elkezdtünk. Másszor, néven kell neveznünk, és meg kell változtatnunk azokat a szokásokat, amelyek az elhízásunkhoz vezetnek. Ez lehet olyan egyszerű, például az üdítőtudat kiküszöbölése, vagy a zsírok-olajok fogyasztásának csökkentése. De kívánhatja tőlünk azt is, hogy teljesen átalakítsuk étkezési szokásainkat és életmódunkat. Az életen át tartó szokások megváltoztatása az egyik legnehezebb dolog, és igen ijesztőnek tűnik. Harmadszor. Gyakran radikális, sebészeti beavatkozásra van szükség viselkedésünk szokásaink területén is. Olvassuk jókönyveket, járjunk tanfolyamokra, csatlakozunk gyaloglókhoz, kirándulókhoz, barátkozunk egészséges gondolkodású emberekkel. A fogyókor nem diabolo ténykedés. Összpontosítsunk a megjavult egészségre, és a testünk majd gondoskodik magáról. Végezetül pedig keressünk egy olyan fogyókúrás tervet, mely összhangban van az életen át tartó egészséggel. Ehhez hozzátartozik a rendszeres testmozgás, a zsírszegény, magas rostartalmú étrend, és olyan életszemlélet, mely minden területén megfelel a szükségleteinknek. A fogyókúra csupán egy része a teljes értékű és elégedett életnek, nem pedig a fő fontossága. Létezik ilyen működőképes életem. Sokaknak már sikerül. Vigyünk lelket bele, és tartsunk ki mellette. Egy bibliai igével szeretném mai estét befejezni. Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verse így hangzik: valamit hatalmadban van cselekedni erőt szerint, az cselekedjet. Vigyünk lelket bele, és tartsunk ki mellette. Köszönöm a figyelmüket, ő velem tartotta. Ne felejtsék el, holnap este 18-kor folytatjuk sorozatunkat, most már a 16. rész jön, az üdítőtalak, a szintsóval dúsított nemzedék ezt a témánk. Jöjjenek, tartsanak velem, lájkoljanak bennünket, kövessenek bennünket az Érdemlője YouTube csatornán, és keressék recepteinket az Érdemlője Facebook oldalon. Ügyüldöm a sőszöket kívánok, viszontlátásra!